A csapatrészek összetételén való változtatás a látottak alapján előnyére vált a Paksi FC-nek. Kellő referencia volt ebből az aspektusból nézve a dolgokat, a még mindig bajnoki címre törő Videoton vendégjátéka. A PFC szervezett játékkal eltüntette a papíron meglévő különbséget, kis szerencsével, pontosabban egy picivel jobb helyzetkihasználással bizony otthon tarthatta volna mindhárom pontot az újrakezdés után már a kieső helyen álló Tolna megyei élvonalbeli csapat, amelyben hosszabb ideje a sérüléssel bajlódó kulcsjátékosok Barta és Haraszti visszatértek, mégpedig biztatóan a Vidi ellen. Nem védekező felfogásba játszottunk. Rengeteg játékhelyzetet alakítottunk ki a Videoton térfelén. Sajnos ezeket nem jól játszottuk le, de ezt annak a rovására is lehet írni pont erre a két hónapos kihagyásra, hogy ezek a mérkőzés szituációk hiányoztak mind az edzésen, mind az edzőmérkőzéseken. Én szerintem egy kicsit nagyobb sanszunk volt nyerni. Sokat tettünk a győzelemért, de sajnos meg kellett elégednünk a 0-0-ra. A második félidő közepén domináló székesfehérváriaknak is persze voltak helyzeteik, de a PFC-nek több nagyobb lehetősége akadt a gólszerzésre, az egyik éppen a meccs utolsó perceiben volt. A könyvesnek volt talán kettő szituáció, hogyha higgadtabb, akkor gólt szerezhetett volna, illetve még egyszer mondom, ilyen játékhelyzeteket rontottuk, ilyen utolsó passzokat, ami gyakorlatilag sakmat helyzetet alakítottunk volna ki, ha az utolsó előtti passz jó. Böde Dánielben nem volt benne ezúttal sem a gól, ám a védők szorításában, elmozgásával, a labda megtartásával, passzaival az érkezőknek lehetőséget teremtett. Dani az nagyon fontos játékos, de azért nem ráépítjük a játékunkat, tehát inkább ha az ő játékát fel akarom erősíteni, akkor szélsőjátékot kellene felerősíteni, hogy valóban beadások jöjjenek. Több beadás volt már ezen a mérkőzésen, mint szokott. Ugye ezt kértem is a csapattól, én is hiányoltam ezeket, hogy ha már itt van Magyarország legjobban érkező center, akkor adjunk be. Most ebből több valósult meg, remélem, hogy ő is eredményes lesz előbb-utóbb. Meglepően jól muzsikált az együttes csapatvédekezés, a két középső védő, Kelemen és Szélpál duó átlagon felül látta el feladatát. Az összeszokottságukat a múltban egy másik klubnál kereshetjük. Osztermájer Gábor is épített erre, nyilván az edzőmeccseken tapasztaltak alapján is. Békéscsabán együtt futballoztunk másfél évig, ugyanúgy ketten voltunk belső védők, szóval igazából az összeszokottsággal nem volt gond, és ezt szerintem meg is látszott most a hétvégén. Szerencsére hátul jól zártunk, szeretnénk ugyanígy tovább teljesíteni a többi bajnokin is. A helyzeteink igazából most is megvoltak, remélem, hogy a továbbiakban ezekből gólokat is fogunk tudni szerezni, és akkor elindulhatunk fölfelé. Szélpalival összeszokott párosnak érzem magunkat, mert én játszottam is vele Békéscsabán egy évet, szóval sok meccsen játszottunk már együtt, Békéscsabai színekbe is, meg azért még a vírus előtti helyzetben is volt pár meccs, amikor együtt tudtunk játszani, úgyhogy én jól éreztem magam a mérkőzésen, szerintem tényleg jól összeállt a védekezésünk is, hálásnél nem kaptunk gólt. Hát az íra a pontot úgy tudtuk volna feltenni, hogyha belőjük az egyik helyzetünket, de sajnos nem sikerült. Nem számítottak arra, hogy az MB2 után az élvonalban is együtt játszhatnak majd. Persze nem gondolnák, hogy bérelt helyük lenne a belső védőposzton. Nem gondoltuk, de hát így alakult, úgyhogy örülünk neki. Vagyunk páran belső védőposztra, hát nagy a verseny minden posztra, igazából ez mindegyik posztra igaz, de hát ez visz előre minket, és reméljük, hogy minél jobb eredményeket érünk el a folytatásba. Biztonság ide vagy oda, előfordulhat, hogy egy-egy szögletnél vagy éppen szabadrugásnál bízva a feljátékuk hatékonyságában mindketten fellépnek az ellenfél 16-osára, de egyikőjük mindenképpen. Pontrugásra mind a ketten felmegyünk, hát a labdakihozatalokba azt segítenünk kell a társakat, minél gyorsabban feljuttassuk a csatárokig, és minél hatékonyabbak legyünk. Akár már legközelebb a Mezőkövesd ellen, a most látott hátsó stabilitás mindenképpen kell a remélt pontszerzéshez, hova tovább a bravúr győzelemhez, akkor is, ha a csatárok esetleg már rátalálnak jövő héten a góllövő cipőjükre.